Széchenyi István mellszobrának koszorúzásával indult az ünnepség a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A mai nap talán a legemelkedettebb ünnepség iskolánk életében, az a Széchenyi nap. 1791. szeptember 21-én ezen a napon született Széchenyi István, az intézmény névadója, ráemlékeztünk, és igazából a beszédemben arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy időnként érdemes az egyéni érdekeken fölülemelkedni, egy közösségért, egy nemzetért dolgozni, ezt próbáltam a gyerekek számára átadni, azt gondolom, hogy talán sikeresen. És ami még különlegessé teszi ezt az alkalmat, hogy ezen a napon szoktuk átadni a Széchenyi díjat. Ezt a végzett nyolcadikosok közül az kapja, aki a leginkább megérdemli a tantestület szavazatai alapján. Nem csak tanulmányi eredményeiben kiváló, hanem mellette a közösségért is sokat tesz, és így függ össze a kettő gondolat. Aki összetartja a közösséget, képviseli a többieket, és mindig lehet rá számítani, így történt ebben az évben is. Takács Réka személyében azt gondolom, hogy egy nagyon jó díjazottunk találtatott ebben az évben. Ezt a díjat még Bősze István alapította több mint 20 évvel ezelőtt, és egy egyeni domborművel díszített oklevelet kapnak a diákjaink, és évről évre egy vándorserleget is átadnak egymásnak. Mindig úgy van, hogy az előző évi díjazott a friss díjazottnak átadja. Ezek nagyon szép örömteli pillanatok, jelzi, hogy ebben az évben is szerintem egy ilyen egy-két perces vastaps kísérte az átadást. Tényleg felemelő pillanatok ezek. A díj odaítélése minden évben nagy fejtörést jelent a tanárok számára. A győztes kiválasztása után pedig az eredmény teljes titokban tartása következik, egészen az elismerés átadásáig. Eléggé váratlanul ért. 8. év végén kaptam egy pár sejtést erre. Több tanár is elszólta magát, de úgy voltam vele, hogy én biztos nem én leszek, meg hogy nem éreztem úgy azt, hogy én fogom ezt megkapni. És akkor kaptam múlt héten egy meghívót, akkor onnan már leesett a dolog, hogy tényleg én. És igazából tényleg nagyon durva meglepett, mert én az iskolai éveim alatt tökre nem éreztem úgy, hogy valaha én leszek a méltó arra, aki megkapja ezt a vándorserleget és ezt az egész díjat, és hogy ennyire ki tudnak tüntetni, és tényleg nagyon megtisztelő volt, hogy én ezt így megkaphattam. Mert ahogy láttam az előző diákokat, akik kapták ezeket a díjakat, teljesen másfajta eredményeket értek el, másfajta sportban, másfajta versenyekben, és ezért úgy gondoltam, hogy nem én leszek, és volt csomó tippem teljesen másik évfolyam társaimra. Úgyhogy tényleg semmi sejtésem nem volt erről, hogy én fogom így megkapni. A tanulmányi eredmények mellett plusznak számít, ha valaki a sportban is sikereket tud elérni. Modern táncolok szerintem lassan 10 éve itt az iskolában, és azzal a csapatommal nagyon jó eredményeket tudtunk elérni az évek alatt. Rajzolásban is sokszor sok versenyen részt vettem, és sokszor is kaptam díjakat. Igazából más tényleg nagyon nincsen, és a magyar versenyeken meg egy-két ilyen infóval kapcsolatos dolgokkal is voltak eredményeim, meg a nyelvvizsga volt, ami így beleszámított. Ne csak azért menjenek, hogy díjat kapjanak, hanem tegyenek azért, hogy tényleg megérdemeljék, és ne arra figyeljenek, hogy csak jó eredményeket kapjanak, hanem a közösségért is szíveskedjenek tenni dolgokat. A Széchenyi díjban évről évre az a diák részesülhet, aki közösségi munkájával, példamutatásával, szorgalmával és eredményeivel kitűnik társai közül.